Sátoralja új helyi képviselőtestülete a február 10-én tartott ülésen fogadta el a város önkormányzatának költségvetését. A költségvetés egyik legsarkalatosabb pontja a bevételi és kiadási oldal közötti különbség, azaz a forrás hiány. Sátorai új egy önkormányzatának költségvetése esetében 328 millió forint ez a forráshiány, mely a legkevésbé rossz az elmúlt éveket figyelembe figyelembevéve, de jónak azért nem mondható, mert akkor lenne igazán jó, ha nem lenne hiányunk. A bevételünk 6 milliárd 451 millió, a kiadásunk pedig 6 milliárd 779 millió. A kettő különbsége az előbb elmondott hiányszám. Ez kevesebb, mint tavalyi, jóval kevesebb, mint tavaly előtt, és még kevesebb az, az előtti évhez képest. Mégis ennek a, a lefaragása gigászi munkát és küzdelmet kíván. Az önkormányzatnak idén egy új költségvetési szisztéma szerint kellett megalkotni a költségvetési rendeletét. Most már a polgármester hivatalnak is, az önkormányzatnak is van saját számlaszáma, saját költségvetése, de még az intézményeknek is. Az intézmények is önálló költségvetési szervként, önálló számlával rendelkező Csoportként működnek, működhetnek. De az egészet mégis az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, a polgármesteri hivatalnak kell egyben tartani. Az idei költségvetés több tényező is befolyásolhatja. Ilyen például, hogy mikor kerülnek át állami fenntartásba az iskolák, mikor állnak fel a járások, és mennyiben érinti ez majd létszámban, kiadásban és bevételben a polgármesteri hivatalt. Sátorajó helyi önkormányzatának idén kellene megkezdenie a kibocsájtott kötvények visszavásárlását. Azonban a visszavásárlást később szeretné megkezdeni az önkormányzat. 15 év a visszafutam ideje a, a, a kötvény visszavásárlásának. Mi kérjük, járjálunk a kibocsájtó bankkal, hogy halasszuk el egy vagy két évvel a költség a, a, kötvény visszafizetésének megkezdési határidejét, hát ha ahhoz képest a forint svájci frank árfolyam javul, és utána ez a másfél milliárd forintot a hozzá rakódó kamattal, és sajnos az árfolyam különbséggel vissza tudjuk fizetni. Arra törekszünk, és azért kell nekünk ez az egy vagy két év, hogy a bevételes intézményünket, az Emplén Kalandparkot annyira fel tudjuk futtatni, hogy ki tudja termelni azt a az összeget, amit évről évre kell, ami kb. 150 millió forint évente. A kötvény kibocsájtása előnyös volt az önkormányzat számára, tette hozzá a város polgármestere. Az 1 nál kisebb kamatteher azt eredményezte, hogy jóval több bevételünk származott a kötvényből, mint, mint amennyi kamatkiadásunk volt, mondhatnám azt is, hogy majdnem, majdnem kompenzálta az elmúlt években azt az árfolyamveszteséget, amit elszenvedtünk. Ez egy óriási dolog, és azért történhetett meg mindez, mert a kötvény kibocsátása után mi megfontoltan használtuk föl. Mi nem szortuk ki az ablakon a pénzt el kell áruljam, és hát hogy el kell álljam, nem titok része a költségvetésünknek. Durván 400 millió forint kötvényből származó pénzünk még mindig meg van lekötve. Ezt a lekötött összeget a további pályázatok önerejének finanszírozására tudja majd fordítani az önkormányzat.